Költő feleségből a modern nő szimbóluma. Ő volt Szendrey Júlia, akiről most kiállítás nyílik az Országos Széchenyi Könyvtárban. A részleteket megtudjuk Oltay Annától. Idén ünnepeljük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját, és éppen 190 évvel ezelőtt született Szendrey Júlia. Ez alkalomból az Országos Széchenyi Könyvtár kiállítást szervezett, amely egyrészt az OSK saját anyagára épül, de vannak itt tárgyak a Petőfi Irodalmi Múzeumból is, és egészen új installációk is a MOME textil szakos hallgatóinak jóvoltából. Na, mi az a szemlélet, amellyel Szendrey Júlia alakjához közelít ez a kiállítás? Van még új a nap alatt? Lehet még újat mondani róla? Majdnem, hogy csak újat lehet róla mondani. Szendrey Júlia kétféleképpen fordul elő a magyar köztudatban. Egyrészt Petőfi Sándor felesége, másrészt Petőfi Sándor özvegye. Mi ezt a képet akartuk differenciálni, bonyolítani egy kicsit. Szendrey Júlia létezett Petőfivel való házassága előtt is, és sajnos jócskán utána is. Ugye egy nagyon hányatatott sorsú irodalmi személyiségről van szó, és ezt akarjuk hangsúlyozni, hogy irodalmi személyiségről van szó. Tehát Petőfi Sándor felesége egy magas fokon művelt érdeklődő valaki, és önmaga saját jogon költő műfordító is. Amit bemutatunk a kiállításon, az a bonyolult Szendrey Júlia kép, aki képes volt Andersen meséit először magyarra ültetni, és saját költeményei versei jelentek meg, és egy nagyon bonyolult, hányattatott sorsa volt, amiben kétféleképpen ikonnál merevítették. Egyrészt ő volt Petőfi Sándor eltűnése és halála után a nemzet özvegye, másrészt mivel a gyászév letelte előtt hozzáment Horváth Árpád történészhez, majd pedig furcsa önálló öntudatos szokásokat vett föl, például szivarozott, ezért ezeket botrányosnak minősítették, és még lejárató cikkek is jelentek meg róla. Mind a két kép hamis és téves. Nem egy tipikus különcről van szó, és nem egy tipikus jó feleségről vagy házi asszonyról van szó. Bonyolult helyzetekbe kerül bele, és ezt megpróbálja földolgozni, és ezt megpróbáljuk mi is földolgozni, hogy ne csak a kétfelékot, ne csak a botrányos nő alakot, és ne csak a nemzet özvegyét látjuk, hanem Szendrey Júliát, azt a nőt, aki szintén részese volt a szabadságharc emlékének. Mondhatjuk azt is, hogy ezer arca van Szendrey Júliának, ezerszer Júlia a kiállítás címe tehát az Országos Széchenyi Könyvtárban, amely egészen jövő év márciusáig látogatható.